Tőle az volt a döbbenet, hogy azt mondta, hogy nem áll ki velem egy színpadra. Már Kovács Kati? Igen. Hosszú ideig a csúcson volt, aztán megjárta a poklot is. A 60-as, 70-es években az ország egyik legnépszerűbb sztárja volt, azon kevés magyar híresség egyike, aki előtt reális esélyként merült fel a világhír lehetősége. Külsejével divatot teremtett, eseménydús magánélete sokszor szolgáltatott beszédtémát, mindenről több nagy sikerű könyvben maga is beszámolt. A 90-es években televíziós műsorgyártásra, nagy kamatot ígérve, 112 millió forint értékben vett fel pénzt. Nagy kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett csalás miatt 2 évig ült börtönben. A mai arcképben Zalatnai Sarolta. Készülve erre az interjúra nagyon sok mindent elolvastam veled kapcsolatban, és ugye már nem is emlékszem konkrétan, hogy melyik pontnál, egyszer csak úgy az jutott eszembe rólad, hogy itt van egy ember, ennek a csajnak úgy minden sikerült. És azon gondolkodtam, hogy most vajon, mert azért azóta történt veled az, beszéltük az interjú előtt, hogy nagyon sok könyved elolvastam. És az utóbbi évek tükrében is, szerinted mit gondolnak most az emberek rólad? Ahhoz képest mondjuk, amit így a 70-es, 80-as években gondoltak. Ellentétben azzal, amit te mondtál, hogy az elején ugye minden sikerül. Ez nem így van. Ahogy az emberek most néznek, az olyan, mint ha csak egy volnék közülük, akik közül soknak sikerült, ugyanúgy, mint nekem, de nekem nagyon sok minden nem. Mi nem sikerült neked? Nem sikerült semmilyen üzleti dolog, amit szerettem volna, hiszen nem értettem hozzá, lásd televíziózás. Azok a televíziók, azokból mind kinőttek komoly tévék. Nem akarom mondani most a neveket, mert miért mondanám, de az a tévé is, ahol most ülünk. Gyakorlatilag ez akkor egy kezdődő valami volt, ugyanúgy, mint annak idején az a tévé, amit én csináltam. És lám-lám, ez bejött. Vagy bejött még sok olyan csatorna, amik ma már országos és a legnagyobb kereskedelmi csatornák, stb. Ez mi múlott? Én meg elbuktam. Mi múlott? Ez azon múlt, hogy én azt gondoltam, naívan, hogy elég az, ami az én nevem, és a zeném, és a zenei tudásom, és az emberek, illetve akik ezzel úgy foglalkoznak, hogy üzlet, azok tudják, hogy mit csinálnak. És én azoknak hiszek. És nem volt jó, hogy hittem, mert nagyon sokan átvertek. Miért kellett neked például belártani magad az üzletbe? Hát énekesnő vagy, ráadásul nem is akármilyen. Miért kellett egy másik területen is kipróbálni magad? Ez egy nagyon nagy hülyeség volt. Az én részemről egy nagyon rossz lépés volt. Csak én azt láttam, hogy a világban a világsztárok, illetve azok a nagy egyéniségek, főleg a mi korunkban, amikor mi ezt kezdtük, meg tudják csinálni. Csak én nem gondoltam végig, hogy ezt nem ők csinálják, hanem mögöttük van egy komoly gépezet és egy profi gépezet, aki ezt úgy csinálja, ahogy kell. Nekünk nem volt olyan, tehát nekem fogalmam nem volt arra, hogy mi az, hogy adózni, hogy mi az, hogy... Nekem volt egy csodálatos édesanyám, aki minden hónapban pontosan fizette a csekkjeimet, a részleteimet, a lakásra, nem tudom. Tehát soha semmiféle anyagi gondom nem volt. Ilyen értelemben te burokba is nevelkedtél? Tehát az élet gyakorlati részéből kevésbé kellett kivenni a részt? Abszolút. Nem kevésbé, teljesen. Egyáltalán nem. Mondom, édesanyám, aki könyvelő is volt, meg az evangélikus egyháznak az egyik vezető pénzügyi embere volt a püspökök mellett. És ugye te nem is tudtál nagyon a pénzzel bánni. Ott úgy jól veszem ki, hogy a régi történetekből. Nem, abszolút nem. Szórtad? Hát szórtam, hát figyelj. 100 forinttal kezdtünk énekelni, 100 meg 150 forintos gázsi. Jó, hogy akkor 1 forint volt egy darab kenyér, meg nem, teljesen más árak voltak. De
A jó értelemben, igen. Ami, folyt ami ki volt, a kezeit közül? Igen, azt De hiszem. Mikre? Hát mikre? Hát nem tudom én, a fesztiválon miniszoknyára, vagy a munkaboltba vett fekete gumicsizmából varázsolt ezüstcsizmára, de hát ezek nem akkora összegek voltak, mint ma. Hát ezek ilyen önmegvalósítók, nem volt akkor olyan, hogy most lesz egy stylistom, lesz egy fodrászom, lesz egy jó, talán fodrász volt egyedül. De azért úgy szerettél jól élni, nem? Hát mi a jó élés? Hát abban az időben nagyon igen. Szép ruhákba járni, külföldre járni, ne, hát jó autókba, nem? Én nagyon-nagyon szerettem élni, de azért ez nem egy luxus élet volt. Autó, igen, volt gyönyörű fekete Mercedesem, amit a külügyminisztérium leadott autójaként vettem, fillérekért, meg mit tudom én, 200-300 ezer kilométer volt benne, csak merci volt. Ma szükségletet szerint élsz? Visszahúzódóbban. Talán nem is szeretnék jobban, vagy nagyon. De mit szeretnél? Nem hiszem. Nekem nem kéne több, mint ahogy van egy szép kis ház, ahol élek. Ugye hát most, hogy a lányom Londonban van egyedül végül is, az állataimmal. Akkor az újságok túlzása volt, hogy pár évvel ezelőtt voltak anyagi gondjaid, és hogy akkor ott nagyon-nagyon be kellett osztani? Nem, anyagi gondjaim mindig is voltak. Hát most gondolj bele, ugyanolyan nyugdíjas vagyok, amiről ugye most már ez nem újdonság, mert az én korosztályom a Ferótól a Rózsin keresztül mindenki pontosan tudja, hogy ilyen 60-valahány ezres nyugdíjunk van, ami nevetséges. És az is nevetséges, hogy hosszú éveket, amiket végig dolgoztunk, azokat nem számoltak el nekünk. Tehát biztos, hogy ebből még lesz valami jogi probléma, mert azért amiket ledolgoztunk, azért jó lenne nekünk is kapni valamit. Tehát most nekem nem mond, ha én nem énekelnék, nem csinálnék koncerteket, nem törődnék azzal, hogy több legyen, akkor nem lehet. Hát 67 ezer forintból nem lehet megélni. Tulajdonképpen neked a fő bevételi forrásod azok a fellépésekből jönnek? Igen, igen. És vannak? Tehát... Van, hál' Istennek. És azért mondom, hogy most erre büszke vagyok, és kezd visszajönni az önbizalmam az elmúlt 2-3 évben megint. Nem piszkálnak annyit semmivel, mert nincs mivel, hál' Istennek. És a színpad pedig egy olyan nagyon nagy biztonságot ad, hogy az az a hely, ahol nem érhet baj. Csak ha ott meg nem állok a színpadon, azon kívül semmi nem érhet. Azt mondod, hogy kezd visszajönni az önbizalmad. Nagyon elment egy időbe? Nagyon. Nagyon elment, mert ugye úgy gondoltam, hogy közel sem volt olyan összegekről szó, mint amit a bulvár megírt. Magyarázkodni alantas, tehát azt mondtam, hogy itt vagyok, megyek, vállalom a büntetésemet, de az hiába próbáltam én nagyon egyenes derékkal, meg hiába, ha lehet azt mondani, akkor szerettek oda benn is, mert én ott angolt tanítottam, éneket tanítottam, aerobikoztam a lányokkal. Olyannak nézlek, akkor mindenkivel megtalálta a hangot. Igen, és sosem volt semmilyen probléma. Tehát amikor írtak ilyen hülyeségeket, a hülyeségek nagyon komoly volt az a külső embereknek, akik ugye nem tudják, hogy ott benn mi történik, hogy megvertek, meg hogy... Hát ez az egész például, ezt egy percben azért elmondom, mert ültünk ott, és kártyáztam a lányokkal egy folyosón, és odarohantak ezek a szvatos fiúk hozzánk, mindenki le volt dermedve, hogy mi van, és hozzám, és vittek le az egészségügyre. Jött a doktornén, hogy azonnal vetkőzzek le, és mutassam meg a hátamat, meg... És mondtam, hogy jó, de hát mi a gond, nem vagyok beteg, nem fáj semmi. És akkor elém raktak egy újságot, amiben ott volt, hogy engem úgy megvertek, hogy a mentő szállított el a kórházba. Na most ezek olyan dolgok, ami soha az életben nem tudtuk meg, hogy ezt kitalálta ki, vagy miért. És semmi alapja nem volt. Az égvilágon semmi. Soha senki nem bántott engem ott. Sőt, hát koncertet csináltunk, bejött hozzám, emlékszem rá, a Delhusza Johnny, akkor Isten nyugosztalja a Somló Tomi, baromi jó bulit csináltunk. Ha már ezeket az embereket említed, és mondhatnám az egész művészvilágot, meg a te nagy baráti társaságodat. Egy ilyen fordulópont esetén szerintem az ember tart egy számlát. Nevezetesen, hogy barátok tekintetében kibe csalódtam, és ki volt pozitív csalódás. Téged ért nagy csalódás? Hogyne. Igen? Hogyne.
Hogyne, hát azt gondolom, hogy, és ami a legnagyobb csalódás volt nekem benne, hogy olyan emberekben, akik tényleg a nagy generációban voltak, akik gyerekkorom óta ismertek, akikkel együtt kezdtük az egészet, az angol, az amerikai zenével, a londoni dolgokkal, tehát a legelején gyerekkorunktól, ugye hát 15-16 évesen kezdtem én is, és nem úgy fordultak el, hanem úgy kellemetlen volt velem ott beszélgetni, vagy netán egy műsorba lenni. Ezt észrevetted, hogy adott esetben mondtak is valamit? Észre is vettem, meg én rákérdeztem. Tehát én rákérdeztem arra, amikor ilyennek jöttek vissza, hogy én nem tudom most ilyenkor mi van, mert ez névvel igazán az igazi és a valós. És nevet nem akarsz mondani? Csak... hogy mondjam, hogy éreztem én inkább. Én úgy éreztem, hogy a lokomotív nagyon velem volt, aki leghátrébb vonult és nem igazán akart, az a Presser Pici volt. Pedig nagyon-nagyon nagy sikereink voltak együtt. A Miért mentél eltől a Szeres nagyonon át a nagyon komoly nagy sikerek. Ezt én így éreztem. Ő nem mondta a szemembe, így éreztem. Aki nagyon mellettem volt, az a Somló, a Charlie, a Rózsi. Azok, tudod, ez a tipikus zenész, jó hátba vegtetne, jó van anyukám, most már hagyd abba, énekelj neked az a dolgod, jó nagy hülye voltál, hogy belementél, viszont jó fej vagy, hogy vállaltad a problémáidat. Csodálatos módon állt ki mellettem az Omega. De egyenként. A Benkő Lacitól, a Mekinát, mindenki. Egykori szerelmeid? Talán a Caressa Florence egy kicsit visszább vonult, csak nem akartam hagyni, úgyhogy nyüstöltem, hogy légy szíves, mondd meg, hogy mi a bajod. Éltél velem 6 éve, tehát nem igaz, hogy elhiszed mindazt, amit mondanak. Nem, akkor aztán úgy egy kicsit úgy meglazult, és mondta, hogy hát nem, de hát, hogy ez milyen kellemetlen, és... De mondtam, hogy sose voltam egy jó kislány, de most a szónak abban az értelmében, hogy nem anyagilag, vagy nem tudom én mi, hanem nagyszájú voltam, mindig oda mondtam, vállaltam a dolgaimat, a minibnél is minibet hordtam. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez egy polgárpukkasztó viselkedés, de elnézték nekem, tehát mindig mondták, hogy milyen helyes a kis csaj, viszont tud énekelni, úgyhogy jó az így. Nekem volt egy vágyam valamikor, a nagy hármassal, a Koncz, Kovács, Szalatnai. Mert mikor láttam, hogy az Illés Metro meg egy Népstadiont meg tud telíteni, és csodálatos bulit csinálni, akkor én elhatároztam, hogy ez a három lány egy ugyanilyen bulit csináljon. Tudti, hogy meg lehetett volna telíteni egy Népstadiont. Ez akkor volt, amikor kijöttél a börtönbe? Igen, és... elhatároztam, hogy elmegyek, és így szemtől szembe, hogy csináljunk egy ilyet, ez olyan jó lenne mindenkinek. Nagyon érdekel ez engem. Ti előtte, tehát mielőtte felkerested volna őket, eleven volt a kapcsolat? Nem igazán. Nem igazán? Nem igazán, és azt gondolom, hogy itt nem is én voltam, aki nem nagyon tartotta a kapcsolatot, vagy aki azért, ugye akkor a bulvár még nem volt annyira kemény, tehát nem írogattak annyira dolgokat, De akivel inkább együtt tudtam akár énekelni, és az a Kovács Kati volt, akit én nagyon sokra tartok. A Zsuzsát azt egy picit a szívem mélyén azért irigyeltem, mert egy olyan csapatot tudott összetartani és maga mögött tartani, ami aztán most már kiderült, hogy nem is olyan volt, meg veszekedtek, meg nem is szerették egymást annyira, mint ahogy ez kinézett. De ami tehetségileg az én szememben kevesebb volt, viszont nagyon komoly emberi és kifelé mutatott egység volt. Már tehetség tekintetében Kóny Zsuzsára érted van, hogy egész csapat? Nem, a Zsuzsára értem. Tehát, mint énekesnő? Mint énekesnő, igen. De egy csodálatos életet alakított ki magának, és én azt mondtam, hogy kétfajta énekesnő létezik, és most beszélek a tehetségesekről, tehát nem aki nem tud énekelni, csak ez az. Aki egy életen át el tudja hitetni önmagával is, és az emberekkel is azt, hogy
tökéletes, amit csinál, és tökéletes, mint magánember is. Tehát nem lehet belekötni, nem lehet rosszat mondani rá. De ha jól értem, te azt mondod, hogy ezt elhiteti. Igen. Én nem hiszem, hogy egy ember teljes mértékben igaz lehet ennyire. Mikor Zsuzsa, most róla beszélünk. Igen. De nagyon csodálatos a karrierje, meg minden, amit csinál. A Kati az egy ős tehetség volt, és az a mai napig is. A Kati már másabb volt, mert a Katival én énekeltem sokszor együtt is, meg meghívtam vendégnek, az anyukámat ő köszöntötte egy nagy koncertemen, és tőle az volt a döbbenet, hogy azt mondta, hogy nem áll ki velem egy színpadra. Már Kovács Kati? Igen. Mikor? Ezen a felkéréskor? Ez az ominózus 2 éves dolog után. Értem. És akkor én azt mondtam, hogy oké, fölhívtam, és mondtam, hogy itt a tévé, kamerák, légy szíves, mondd el így a szemembe, hogy miért? Hogy valaha én valamit tettem ellened, vagy te úgy érzed, hogy én annyira rossz ember vagyok, vagy olyan erkölcstelen, hogy te nem állsz ki velem egy színpadra? És akkor azt mondta, hogy ő ilyet sosem mondott. De aztán mindig jöttek vissza az értesítések, hogy na, ez a koncert ezért maradt el, a másik koncerten téged hívtunk meg, őt meg nem, mert ezt mondta. Tehát ennek valami alapja biztos, hogy volt. Mikor romlott ez el? Hát tudomásom szerint voltatok ti Belgiumban egyszer egy fesztivál. Hát ez nagyon régen volt, hát ne viccelj, hát kis csajok voltunk még, hát az popzene elején volt a 70-es évek. Mikor vált ez ennyire három felé? De egyszerűen nem tudok rájönni, hát tudomásom szerint Vitrai Tamás csinált veletek egy portrét. Igen, de látod, már ott sem akartak együtt énekelni. Egyszerűen nem értem. Na most én csak azt tudtam mondani, ami az én mai napig is, hogy ha egy Whitney Houston ki tud állni egy Mariah Carey-vel, vagy egy Cher-rel, vagy egy... Hát ott a tehetségüket arra használják, hogy, illetve hát valószínű, hogy a háttérben lévő üzletemberek, de nagyon ügyesen, hogy odaállítják őket, ezáltal sokkal több embernek tetszik, érdekes, bejönnek ilyen koncertre, ebből lehet DVD-t csinálni, ebből akár filmet lehet csinálni, el lehet énekelni egymás dalait. Hát meg tudom mondani, hogy figyelj, Kati, én ezt nem tudom úgy elénekelni, mint te, de szeretném elénekelni. Melyik az a szám? Tudsz mondani? Hát én legjobban az Úgy szeretném meghálálni, az volt, mert az anyukámnak is a kedvence volt, de nagyon sok Tina Turnert énekeltünk közösen, ő is, én is. És ami még tőle nagyon tetszett nekem, az Add már Uram az esőt. Uh-huh. Tehát az ilyen keményebb volt. A Zsuzsától elloptam idézőjelbe egy Tolcsvai Nótát, a Ne sírj kedvesemet, és marha jól megcsináltuk ilyen rokkosra, és nem tudom, mi volt az ő véleménye, mert sose tudtam meg, de én nekem soha nem volt semmi bajom velük. Tehát én ezt szerettem volna, hogy ez mennyire jutott el hozzájuk, nem tudom, mert soha nem ült le velem senki közülük. És Kohn Zsuzsa hogy reagált erre a felkérésre? Kovács Katit mondtad a telefonbeszélgetésre? A Zsuzsának kicsit olyasmi volt az üzenete, hogy nagyon mások a technikai adottságok. Tehát ami a Katinak meg nekem kell, az neki nem volna jó, neki erre egy külön stáb kéne. Biztos, hogy mindenki megcsinálta volna, ha ez odáig jut. És tudtommal a zenészvilágból nagyon sokan próbálták ezt összehozni. A Brodyba teljesen biztos vagyok, mert az mondta ezt a Katinak is, nekem is. Jó, hogy lobbizott a kedvedért. Igen. Akkor még szegény Boldizsár is, aki akkor a Zsuzsa férje volt, csak ugye ő meghalt. Ő is lobizott, a Somló is lobizott értünk. Még megkockáztatom azt is, hogy a Presser Pici is. Tehát azért a zenei agyak, azok azt tudták, hogy ebből nem lehet rossz. Hát miért is lenne? Mindenki megcsinálta magáét, és ezeket a csajokat összeereszteni, ez csak jó lett volna. Mi táplálhatja mindezt szerinted? Ez irítség, versengés, riválisok közt, féltékenység? Annyira nem voltunk egymásnak riválisai soha. Annyira, még ha sokszor azonos közönség is szeretett bennünket, de teljesen mások voltunk. Tehát én nem gondolom azt, hogy,
hogy ebből ekkora ügyet kellett volna csinálni, mint ahogy lehet, hogy nem is volt, csak egyszerűen nem, ennyi volt a válasz. Én csak sajnálni tudom. Azért, amikor kijöttél, és újra színpadra kellett állni, azért az nem lehetett akármi. Hát igen, az remegős volt. Remegős? Hajjaj. Kezem, lábam remegett, talán még jobban, mint mikor először ott álltam az erkelbe, ahol jár az eszemmel. Mitől féltél, hogy esetleg kifütyülnek, igen, hogy meg kijobban? Igen, persze, hogyne. Hogyne. Hát én nem tudtam, hogy itt mi van. Tehát az, hogy kijöttem 4-5 napra meglátogatni a családomat és a barátaimat, attól még én nem tudtam, hogy most itt igazán mi zajlik. Nem kaptál ilyen negatív hangot, vagy nem találkoztál ilyen negatív hangot? Nem, hál' Istennek, egyet sem. Egyet sem. És akkor kezdtem úgy erőre kapni, és akkor hú de jó, hú de jó. Hát és most nagyon jó. Most jó. Tényleg most a zenével nagyon jó. Ugorva egy nagyot az időbe, és ezt a ordító különbséget azért a te életedben szerettem volna illusztrálni. Én mindig tudtam azért, hogy ti, vagy elsősorban te, mekkora sztár voltál, és mekkora sikereid voltak annak idején, 60-as, 70-es, 80-as években. De hát most, hogy így elmélyedtem az életrajzodba, hát mellbevágó. És azon gondolkodtam, hogy a túróba nem tudtad te ezt Isten igazából világhírnévre váltani. Csak mondjuk el két mondatban a nézőknek, szóval te azért tényleg ebbe a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jagger féle társaságba teljes jogú tagként adott esetben részt tudtál venni. Igen. Londonban. Hát a Kelet-Európa Janis Joplin-tjaként emlegettek, ami azért nem rigó fütty. Két nagyon nagy nehézség volt. Az egyik az, hogy, és ez pont a Benkő Lacival, mert ugye párhuzamot vontak az Omega, és köztem el hasonló időkben voltunk Angliába, Londonba, és gyakorlatilag egy nagyon érdekes helyzet, politikai helyzet alakult akkor ki. Ami miatt mi érdekesek voltunk, elsősorban az úgynevezett behind the iron curtain, a vasfüggöny mögül. Aztán az, hogy a Red Sarolta, ami ugye én is voltam, vagy az Omega Red Star, a kommunizmusból jött popposok, akikre mindenki rajta kapott akkor, mert marha jó volt, de jó is volt. Tehát angolul is, magyarul is zenéltünk, és ez egy csodálatos dolog volt. Igen ám, csak egy olyan dolog volt, mintha amikor egy kutyánál meghúzod a nyakörvet, vagy a pórázt, Ereszted, visszahúzod. Tehát minket engedett a magyar állam abban az időben, de úgy, hogyha ő úgy gondolta, hogy most tessékszeseni holnap hazajönni, mert az X vagy az Y azt mondta, hogy besúgók vagyunk, vagy bármit, amit kitaláltak, haza kellett jönni. De azért jobbára ez a te döntésed volt, nem? Vagy te gyávaságod? Nem. Én nem keveredtem ilyen dolgokba, nem csak is mondták. Erre gondolok. Nem is erre gondolok. Hát a tudomásod szerint neked... És ez mi igaz, ebből konkrétan nem tudom, hogy te elmondod, hát felajánlották a James Bond egyik filmjének a főszerepét, igen, női igen. Főszerepét. Igen, sajnos aki akkor a menedzserem volt, ő már meghalt, de ő akkor tárgyalt, én nem tárgyalhattam ebben az ügyben, a menedzser tárgyalt a magyar koncertirodásokkal. És akkor hoztak egy olyan határozatot, hogy ugye a James Bond az kommunista ellenes téma, részt vehetek, de akkor nem jöttek haza. Az meg se fordult a fejedbe? Hogy nem jövök haza, nem. Nem, mert én az édesanyámat a világon a legjobban szerettem. Az anyukám akkor ugye már özvegy volt, és nem volt testvérem. Aztán volt egy érdekes hátsó gondolatom, hogy én itt már akkora sztár vagyok Magyarországon, hogy ezt nem veszthetem el azért, mert most elmegyek filmezni Angliába. Ma ezeket másképp csinálnál? Azt hiszem, hogy egyetlen egy dolgot csinálnék másképpen, ezt az angliai dolgomat, mert nem voltam én olyan kanyhaló, hogy én végig gondoljam azt, és ez a menedzserem hibája volt, mert neki tudnia kellett volna, hogy mondjuk hozzáad a Bee Gees fiúhoz, mert ráadásul még haverok is voltunk, meg jóba voltunk, és akkor kapok majd egy útlevelet előbb-utóbb, és akkor nincs olyan, hogy nem jöhetek haza. Hát akkor is volt már kettős állampolgárság, meg mindenféle. Hát én sokat bőgtem, és akkor a menedzser egyik alkalommal azt mondta, hogy na most még egy bőgés,
mész haza, azt legyél sztár Magyarországon, nem foglalkozunk tovább veled. Akkor egy kicsit úgy visszafogtam magam, megtanultam jobb oldalon vezetni, mert nem tudtam előtte autót vezetni, úgyhogy jobb kormányon tanultam meg, és hát meg lehet nézni, el van minden téve, mert édesanyám, Isten nyugosztalja, mindent elrakott. De olyan újságcikkek vannak olyan újságokban, amikről itt csak álmodoznának ma a popsztárok vagy az énekesek, hogy belekerüljenek. Hát én emlékszem rá, hogy ez Janis Joplin emlékkoncerten, így ültek körülöttem a Barbie-tól kezdve az összes olyan énekes csaj, akinek kicsit valamit jelentett a blues, meg a Joplin, vagy akár a Hendrix, hogy ne, és tényleg, és júj, és ott ültél mellette, és tényleg, és nem egy stúdióban énekeltem vele, hanem velük dolgoztam közösen. Tehát én érdekes voltam egyrészt azért, mert jó fejkis csaj voltam, úgy megnéztem a izét, egész helyes voltam valamikor, szóval. Nagyon. Nem, igen, szóval szexi is voltam, meg helyes voltam. Csak én ezt nem így értem meg. Én, ja, Joplin, igen, ja, ott ül, igen. Nem is tartottad magad igazán jó nőnek. Nem. Most olvastam, hogy inkább tartom magam csúnyának, mint szépnek. Igen. Ezt te érted? Igen. Ezt konkrétan így gondoltad? Igen, így gondoltam, mindig is így gondoltam. De miért? Mi zavart magadba? Mert kicsit görbe volt mindig a lábom, mert nem volt darázs derekam soha, hanem ilyen kicsit sportos, oszlopszerű. Úgy gondoltam, hogy az orrom se szép, csak hát abban az időben nem volt olyan, hogy majd műtünk, ezt műtünk, meg azt műtünk. Meg nem tudom, én úgy gondoltam magamról, hogy lehet, hogy helyes kis csaj vagyok, de viszont van hangom, és ez volt az én fő... Tehát azt tudtad, hogy meg vannak érted őrülve a férfiak? Nem mindig. Nem? Nem. Volt, hogy úgy el tudtál bizonytalanodni? Bizony. Hogy... Nagyon sokszor. Nagyon sokszor. Mi miatt? Egy visszautasítás, vagy egy csalódás miatt? Hát nem hiszem, szerintem te, akit kinéztél magadnak, az biztos, hogy megszerezted, nem? Igen, ott volt egy kicsit a baki, hogy kinéztem magamnak, de nem mindig tudtam megszerezni. És valószínű, hogy ez már egy kis bizonytalanságot okozott. És nem mentem biztonsági játékra, tehát ha elhatároztam, hogy akkor az, akkor addig mentem, amíg, és ha nem, hát akkor nem, de azt nagyon nehezen tudtam elviselni. Úgyhogy... Na mindegy, de nekem az sose volt, hogy én most jó csaj vagyok, vagy nem vagyok jó csaj. Mindig mondják vissza, tudod, most is így a koncerten, hogy hú, még mindig milyen jól nézel ki, és akkor jön valami helyes srác, és mondja, hogy hát, imádlak, és a hangod, és akkor nézem, mondom, úristen, ha ez egy olyan 40 évvel ezelőtt van, akkor mi lett volna? Na de, akkor jön utána a bökkenő, mikor azt mondja a srác, hogy és tudod, most már megértem, hogy az apám miért volt szerelmes beléd. És akkor tudod, hideg zuhány, jól van, mondom, kösz szépen, örülök, szevasz, ennyi, de nem, nekem ez mondták, mindig mondták, mondtam, jó van, mondjátok. Ki tartottál te például akkor szép nőnek, mondjuk így a pályatársait közül? Akire ugye azt mondtad, hogy a 700-át, az egy jó csaj, hogy nekem hát ilyen lenne. Hát a Cher abban az időben nagyon, akkor... Magyarok közül volt, akit úgy irigyeltél? Most csak szépségről beszélünk, vagy külcsínről. Nem. Talán a Fabulon Ági volt az, akire mindig úgy fölnéztem, hogy nagyon szép. Pataki Ági, meg igen, mi Fabulon Áginak hívtuk abban az időben. De magyarok közül nem igazán volt úgy. Volt nagyon sok manöken barátnőm, akik meg mindig mondták, hogy gyere néha el, manökeneskedő, jaj, de hogy Isten őriz. És nem, hát inkább, meg egy időben a Twiggy is tetszett. Csak arra azért voltam pipa, mert olyan sovány volt, hogy olyan én soha nem tudtam volna lenni, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor ezt nem annyira szeretjük, inkább szeretjük a Chert. És nem tudom, valahogy ez sosem volt az életem központja, hogy most szép vagyok, vagy nem vagyok szép. Hát úgy könnyű, ha ennyi hódolója van az embernek, akkor úgy könnyű. Igen, de csomót biztos, hogy nem is tudtam, hogy hódoló volt. Hányszor voltál te szerelmes? De úgy nagyon? Hát úgy nagyon azért... Mert az azért köztudomásul nem csináltál belőle titkot, hogy te azért úgy nagy kanállal merítettél az életből. Igen, de azért nem, mert azért ezek mind idők voltak, tehát 6 év, 9 év, talán a Rév és Sanyika házasság volt rövid, mert az 3,5 év. De én a srácokat, akit választottam, az nem mindig a külső. Persze, hogy ugyanonnan választottam, ahol én éltem. Hát... Mivel lehetett téged megfogni? Dumával? Igen, inkább azt hiszem dumával,
meg zenével, tehát az egyénisége. Hogy tehetséges ember legyen. Igen. Igen, az nagyon fontos volt. De mondjuk azt szoktam mondani, hogy Márai Sándor és Popper Péter is egyetért, hogyha egy ember szerencsés, akkor mondjuk háromszor igazán szerelmes az életben. Akkor én szerencsés voltam. Szerencsés? Igen. És ki az, aztán annyit már árulsz el ebből, amennyit akarsz, akivel mondjuk bármikor, ha találkozol, azért úgy pillangók még mindig repkednek a lelkedbe. Tehát akire azt mondod, hogy vagy azt mondod, hogy elszúrtuk, vagy azt, hogy elszúrtam, de ez ő azért még mindig. Van ilyen? Hát kettő van ilyen, igen. Igen. Nem mondod el? Frenes Kari, meg a Révész Sanyi. Meg a Révész. Igen. És ha találkoztok, akkor még mindig van ilyen kis setes utasság az emberben, ilyenkor, ennyi idő után? Bennem most utoljára nem régen volt, mert a Csopakon, a Kulendegen koncerten voltunk, és ott futottam össze a Karesszal. És szerintem mind a ketten ilyen hello, hello, hello. Pedig hát már elég régen találkoztunk. És, de hát én az ő egész családját, szóval, annyit még hozzá kell, hogy tegyek, hogy nekem az a család egy nagyon komoly család volt. Tehát nem Latinovics, csak az, hogy... Bújtor István, Rutkai Éva, Timár Éva ugye igen, egy időben. Igen, igen. És hát a Tinka mama, ugye a Gundel mama, meg Fröci bácsi, aki a tehát nem voltam nagyon betolva ilyen színészóriások között? Fiatal lány voltál? Be voltam én tojva, de például... A Rutkai Éva, aki ugye azt mondta, hogy a mi cínénk, meg a... Szóval ott engem annyira szerettek, és egy olyan... Na, az aztán volt egy igazi burok egy darabig, az a család. És csodálatos, és én mindig néztem az olasz filmeket gyerekkoromban, hogy nekem nincs testvérem, ugye édesapám meghalt, anyukám özvegy lett, aztán lett egy nagyon helyes nevelőapám, akit először gyűlöltem, mert féltékeny voltam rá, aztán megszerettem, de ez a család volt az, aki nekem az igazi család, tehát, hogy amennyire lehet mindig együtt, mindent együtt. És a Latinovicsra én nem úgy néztem, hát persze, hogy tudtam, hogy zseni, a Bújtor Pisti is. A Karesz ugyanolyan zseni volt a maga köreiben, mint zenész. Te egy Rutkai Évával és... szemben te tudtál úgy eljárni, mint egy teljes jogú sógornő? Igen. Igen? Nem volt ez a megszeppenés? Soha. Hogy a Istenem művész? Nem, de ezt ő csinálta, hogy ne legyen. Értem. Tehát ő viselkedett velem úgy, hogy nem... Persze, hogy megfordult a fejembe, mert mindenki jött azzal, hogy Jézus, és te a sógornőd, és jó. Mondtam, hogy ja, igen, de a Latinovics meg azt mondta a taxisofőrnek, hogy tudja maga, aki az én sógornőm. Az alatt egy cíni a tölcsér. Hát most akkor szóval itt nem, ez úgy nem. Tudom, egyszer úgy mutatkozott be valakinek, igen. Nem engedték be egy helyre, és azt mondta, hogy én vagyok az Alatnainak a sógor. Igen, mesélték ezt is. Azért ez nagy dolog. Igen. De nálunk ez nem játszott szerepet. Az sem okozott konfliktust kettőtök viszonyába, hogy tudomásom szerint te ott nagyon akartál babát és Renesz Károly, nem? De az komoly konfliktust okozott, és abból lettek az első problémák, hogy aztán ugye a gyerek probléma bejött, mert nem tudtam megérteni azt, hogy az egy lokomotív vagy egy skorpió karrierben nem jelent semmit, nem, hogyha az ember barátnőjének vagy élettársának van egy gyereke. És a mai napig nem értettem meg, hogy igazán miért, mert én bevállaltam volna. Annak ellenére, hogy azért akkor én is ott voltam a toppon rendesen, de bevállaltam volna. Haragszol ezért? Így utólagosan bárkire is? Akár magadra? Magamra, igen. Hogy nem álltál a sarkadra, igen, mondjuk? Igen, pontosan. Mert biztos, hogy elértem volna akkor is azt, amit szerettem volna. És akkor meg azért is haragszom magamra, hogy akkor lehet, hogy nem igazán akartam azt abba a pillanatban, vagy el tudtam gyengülni attól, hogy most akkor még egy új lemez, meg egy új tévé, meg egy nem tudom. Úgyhogy... Igen, az nagy kár. Azért a lánykérések tekintetében is kihagytál ezt-azt. Hát én legalább három közismert, külföldi lánykérőről tudok. Volt egy holland menedzser, hát volt a Bee Gees egyik igen. tagja, és volt egy Ryan Phillip, jól tudom a nevét? Ray Phillip. Bocsánat, Ray Phillip. Aki ő is egy viszonylag ismert külföldi zenész. Hát ők voltak a Nashville Teens. Mi mondtál te háromszor nemet? Most nem azt mondom, hogy érdekházasságot kell kötni, de... Hát az, hogy érdekházasság, az nekem az agyamba meg nem fordult soha, semmilyen szinten. Hát valószínű, hogy ugye a Bee Gees-nél az volt a probléma, hogy ott azért ez már nagyon üzleti esedett, tehát ott
ha minket békén hagynak, hogy ott nagyon jól el vagyunk, akkor lehet, hogy, hogy lett volna belőle valami. De mikor aztán már ez olyan itt fotó, ott fotó, ez, nem tudom, valami miatt nem volt jó. Vagy nem voltam igazán bele szerelmesedve, az is könnyen lehet. A Ray Phillips az azért úgy megmozgatta a lelkemet. De hát az is azért, mert hát csodálatos volt, ahogy énekelt meg. Hát a Ray Phillips-el 2 évvel ezelőtt azt hiszem is találkoztam, mert itt voltak egy ilyen Pakson, egy ilyen rockfesztiválon. Hát megöregedett egy kicsikét ő is, de a hangja ugyanolyan jó. Kit mondtál harmadikban? Holland menedzser, az nagyon kitartó volt. Meghalt. Meghalt? Igen. Ő kitartó volt. Igen, ő nagyon. Végig gondolja ezt az ember idő előre alattával, hogy mennyire máshogy lenne berendezve az élete? Nem. Nem? Nem. Nem is akarsz ezzel szembesülni? Nem. Nem, mert nem tudsz ellene már mit tenni. Tehát érted? Hát várjál, meghalt. Hát persze, hogy meghalt a Barry is. De hogy Barry, már mit beszélek. A Morris is meghalt már. Brian May-el mennyire eleven a kapcsolat? Hát ott én ezt a szén szúrtam el, de teljes mértékben. Hazudtam egy jó nagyot, aztán megtudták, és... Már kinek hazudtál? A Maynek. Hogy? Azt mondtam, hogy nem vagyok férnél, közben már félhez mentem Amerikába a Csabához, és aztán egyik alkalommal a Csaba vette fel a telefont, aki tök jó beszél angolul. És mondta, hogy igen, kicsoda, kicsoda? Nem akart elhinni, hogy kivel beszél. És akkor mondta, hogy okay, adom a feleségemet. És azt hiszem, utána már csak egyszer a sportcsarnokba énekelte az egyik nótájukat úgy, hogy nekem ajánlotta ott a közönség előtt, de aztán már nem állt szóba velem. De miért lódítottál te akkor? Nem tudom megmondani. Akartam, hogy maradjon egy kis hely, hogy hát, ha valami komoly lehet belőle. Mert indult, tehát akkor, amikor ők itt voltak ugye a Népstadionban, akkor azért ő nagyon-nagyon udvarolt nekem, nyomult szépen. De azért nem volt ez, hogy mondjam, teljes tiltakozástól kísért ostromlás, nem? Tehát azért neked imponált Brian May. Na, hát dehogy volt. egyáltalán nem. Nagyon, hát embertelen, értelmes, okos, gyönyörű haja, szeme. Hát meg bocsánat, milyen gitáros, hát. És azt megmondtad, hogy azt szereted, ha tehetséges a másik. Igen, az volt a legfontosabb mindig. Anélkül, hogy itt a bulvárba elmerüljünk, csak annyit írtak róla, hogy szerintem sok nézőnket érdekelni, utolsó férjeddel, tehát Csabával, Márton Csabával. Ővel most milyen a viszonyod? Mert ellentmondásos híreket lehetett olvasni a bulvár sajtóban. Semmilyen? Semmilyen. Ez úgy történt, hogy ugye én annak idején, mikor aztán már nagyon nagy lett a probléma, és éreztem, hogy itthon kell, hogy legyek, akkor elköszöntünk egymástól, és a távollétünkben volt a válloper Los Angelesbe, magyar ügyvédem volt, aki ott kint él, és akkor aztán az jött be hozzám, és mondta, hozta a papírokat, hogy a Csaba is beleegyezett, válunk, és ő volt például az, aki azt mondta, hogy az életénél jobban szeret, és mikor ez a történet ugye megtörtént, akkor úgy lelépett, mintha nem is ismert volna soha. És mindig mondta, hogy magáénak tekinti a Nikit, a lányomat is, mert neki nincs gyereke, és fog vele foglalkozni, hogyha én nem vagyok, stb. Ez se történt meg, és akkor egyszer csak most, tavaly, megcsörrent a telefon, hogy... A semmiből? A egyszer semmiből. Csak ő volt egyszer a vonal másik végén. Nagyon érdekes volt, mert a barátnőim vették fel a telefon, és mondták nekem, hogy egy erdélyi, tehát romániai szám. Hát mondom, biztos valamilyen jó kis előadás lesz, majd visszahívnak. De késő éjjel. És akkor utána megint megcsörrent a telefon, és akkor mondom, halló, Márton Csaba. Mondom, kicsoda? Márton Csaba. Azt hittem az édesapja, mert a szüleivel azért nagyjából mi jól voltunk, és ők nagyon szerették a lányomat, unokának tekintették. Hát azóta hál' Istennek a Csaba öccsének már van gyereke, tehát van unoka, közben Csaba apukája meghalt, és
És mondta, hogy csinál különböző amerikai dolgokat, de nem Amerikában él már, hanem van egy nagyon kedves üzlettársa és barátnője, Nagyváradon, és hogy majd át fog jönni, és szeretne velem találkozni. Jó, mondtam, hogy nagyszerű, hát jó. Persze, ezért majd lenyeltem a fejemet, mondta Jézus Mária, ennyi idő után, meg különben is, meg egyáltalán. És akkor találkoztunk, és mondta, hogy hát nem azt mondta, hogy figyelj, hát próbáljuk meg valamit, hanem mondta, hogy vannak nagyon jó dolgok, amikben, mivel beszélek él is jól angolul, be lehetne szállni üzletileg, zeneileg, stb. És akkor csináltunk egy pár fotót, átjött hozzánk, ott is aludt, és tisztára úgy éreztem, mintha ilyen barát vagy testvér, de semmi egyebet nem éreztem, hát most nem tudom, hogy ő talán más gondolt, vagy azt gondolta, hogy ennyi év után is én rögtön hanyattesem és izé. Bocsánatot kért? Nem. De ezt elvártad volna, gondolom. Igen, de nekem ez egy kis elégtétel volt már, hogy ő megjelent egyáltalán. És akkor csináltunk egy pár fotót, hogy is megpróbáljuk, ne próbáljuk, mi legyen, hogy legyen, és aztán, hogy miért rágott ő be és kire, egyszer csak fogta magát, eltűnt, én még írtam neki, hogy részt vettem az édesapja halála miatt, és akkor valami őrültségeket kezdett a neten, hogy mit tudom, hogy ő nem is kövér, és ő nem is, valami hülyeséget. Hát 45 éves, hát most, és a mai világban már ez nincs, hogy ki mennyivel fiatalabb, mennyivel öregebb, ez már ma senkit nem érdekel. Akkor igen, akkor az volt, hogy ő volt 20, én meg 42, hát igen, az azért. És ennyi. De már nem mozgat meg agyilag semmit. Nem. Ez mikor ért véget, úgy a börtön környékén? Hát előtte egy pár hónappal, mikor én úgy döntöttem, hogy hazajövök, ő meg azt akarta, hogy maradjak Amerikába. És akkor ugye volt a válás is, és én aztán már nem beszéltem vele egyáltalán. Hát ez akárhogy számolod, ez egy olyan 12-13 év. Igen. Az nagyon sok. Te azt én jól veszem észre, lehet, hogy rosszul tűnt fel, hogy a te generációdból tulajdonképpen már csak neked nincs Kossuth díjad? Jól érzed. Én is jól érzem. Mivel magyarázott ezt? Nem tudom megmondani. Nem voltam soha politika függő, semmelyik kormánynak sem voltam az elkötelezettje, semmelyik pártnak sem. Fáj nagyon? Tehát zavar? Igen. Nem zavar, fáj. Fáj. Azért fáj, mert a múltam, amit a magyar kultúráért kvázi megtettem a nagyvilágba, és nem csak itthon. Amit egyáltalán a magyar muzsikáért, meg úgy mindenkiért, a magyar közönségért. Nem véletlen volt tavaly, hogy a rajongói oldalamon olyan töménytelen mennyiségben kérték azt, hogy kapjak Kossuth díjat. Ezt nem én csináltam, hanem az a közönség, akikről ugye azt mondom most neked, hogy boldog vagyok, mert ott vannak, mert van rajongói embereim borzasztó mennyiségben. De nagyon-nagyon fáj, mert egy dologgal tudom indokolni, hogy két évig, tehát hogy ezek szerint nem tiszta a lapom, igen, vagy így tartják, hogy nem tiszta a lapom, nem tudom, mik a feltételei ezeknek a díjaknak. Én mindig reménykedek benne, hogy azért, mivel idén leszek 70-es decemberben, hát ha ez egy kicsit megpuhítja mindig az ott ülők lelkét. Március környékén mindig kis szívdobogás jön rád, mikor? Hát nem mindig, tavaly jött, vagy nem, idén jött rám, bocsánat, először. De azért gratuláltam a Karesznak, szóval... Frenesz Károly Kossuth díj esetében. Igen. De neked állami kitüntetésed van? Egyről tudok én, nem? Én egyről se tudom. Egy sincs? Nincs. Én csak külföldön kaptam díjakat, illetve hát a Tánzal fesztiválok díjai. Nem? Hát most, amikor volt ez a... Ja, bocsánat, a magyar érték, igen, azt most megkaptam, és azt ki is vitték a pápához, és most ott van a pápai múzeumban a magyar részlegen. Az Ave Maria-s CD-m és nagy lemezem, bakelitem. Hát azzal kezdtük, ugye az volt az első kérdésem, hogy micsoda sikeres
sztár voltál nemzetközi szinten is, és a vége most az utolsó évek, ez nem feltétlen a sikerekről szóltak. Rosszul gondolom azt, hogy azért valahol ez elszúródott? Ha elszúródott, akkor én szúrtam el, tehát ezért senki más nem felelős. Egy érdekes mondaton vesztem össze Havas tanár úrral, amikor azt mondta, hogy te ezt jól elszúrtad, és mondtam, hogy nem. Elkezdtünk vitatkozni, csak aztán rájöttem, hogy lehet, hogy bizonyos mértékig igaza van. Talán annyiban nem, hogy én semmit nem tudatosan csináltam ebben a helyzetben. Nem is gondoltam végig. Most gondolkodom arról, hogy csak saját magamnak köszönhetem ezek szerint, ha itt nincsenek olyan díjak. Na de, bocsáss meg, én sokkal korábban is énekeltem már. Hát ez az. Tehát 66-tól voltam, és ez az egész probléma 2004-ben történt. A köztes időben miért is nem kaptam soha semmit? Az államtól, tehát akiktől a többiek megkapták. És még valami, hogyha én bármelyik helyében vagyok, nem irigylem tőlük, sőt, büszke vagyok rájuk. Csak olyan jó lenne ugyanebben a sorban nekem is ott lenni, és ezekkel a kortársaimmal azonos platformon állni. Mert én úgy érzem, hogy azért letettem sok mindent az asztalra. Hát akkor kívánom, hogy jöjjön össze. Kerek évforduló kapcsán is legyen nagy koncert, meg legyen díj. Jó lenne. Örülök, hogy láttunk. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézhető a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!